békák által. És amit ő megformálhat, és bennem az van, hogy a zenekarra kapcsolatban Nándi füleire ránéztem, és így beindult az egész zenekar. Ez őszinte valamás volt. Hogy kommunikálunk a zenekaron belül végül is, az a szerencse, hogy tehát egyébként nagyon jó, nagyon sokat szoktunk beszélgetni. De nem kell, amikor zenéről nem kell beszélni. De zenéről meg nem kell. Próbálunk egymás feleszgésére válaszolni, és ez viszi előre, ez végül is az egész sztorit. Tehát, hogy abszolút, ahogy Árpi mondja, hogy arról nem kell megzenni, hogy ahogy találkoztunk, így egyből összecuppant a csap. Tehát nem az első próbától olyan erre, tehát mindenki úgy ment el a próba után, hogy paf, tehát hogy egyszerűen nem volt, nincs kétség, nincsen, szóval hogy nem kér bocsánatot. Szóval van a zenén túl, van egy nagyon, még plusz egy nagyon fontos üzenet és egy fontos cél, amiért mi összeálltunk, de ezt egyelőre most még olyan időket élünk, hogy egyelőre csak a zenén keresztül tudjuk közvetíteni. Ez a válság, ez tulajdonképpen egy ilyen pszichospirituális válság, amiben az emberiség szenved, és hát ezt próbáljuk meg enyhíteni, ennek a gyógy módjait mutatjuk meg. Csodálatos. Szóval egy ilyen elég, tehát ilyen így megy, és nem tudom, ez a jó, hogy ezek az energiák így alakultak, ez a konstelláció.